okleveles egészségügyi tanárképzés indul szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az új képzés célja, hogy az egészségügyi szakterületen folyó oktatásban szakmaoktatókat képezzenek mesterfokon. Új és az egészségügyi képzésben mutatkozó igényeknek felel meg a 2016. szeptemberétől induló egészségügyi tanárképzési a nyíregyházi karon. Megpróbálunk megfelelni azoknak az igényeknek, amelyeket különböző képzésre területen támasztanak már a társadalom szempontjából is, és ezért indítottuk az egészségügyi tanárképzésünket is, hiszen évek óta mondják már nekünk, hogy ilyen jellegű képzésre szükség lenne, hiány van benne, és ezt a hiányt próbáljuk ezzel a képzéssel pótolni. Most a nyíregyházi egészségügyi karon indul el az egészségügyi tanárképzés. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik egyrészt az egészségügyben már tevékenykednek, tehát diplomás ápolóként, szakápolóként és egyéb területeken dolgoznak, ők posztgraduális képzés keretében szerezhetik meg 4,5 év alatt a tanárszakos diplomát, és így a későbbiekben is lehetőségük van arra, hogy egészségügyi szakközépiskolákban taníthassanak. Másrészt pedig olyanok is bekerülhetnek a képzésbe, akik ugye gimnázium után, vagy szakközépiskola után eleve úgy döntenek, hogy nappali képzés keretében egészségügyi tanárszakot szeretnének végezni. A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Programtanács tavaly elfogadta és támogatta az egészségügyi kar doktori képzésre irányuló kezdeményezését, így az 2016. szeptemberétől elérhető lesz az érdeklődők számára. És innen folytatjuk itt a stúdióban dr. Fábián Gergellyel, dékán helyettessel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez régi álma a karnak, hogy a doktori képzés indulhasson 2016. szeptemberében, el is indul. Ez így van, gyakorlatilag úgy indultunk el, hogy próbáljuk meg lépésenként létrehozni ezt a doktori képzést, ami azt jelentette, hogy a jelenlegi helyzetet figyelembe véve gyakorlatilag 6-an vagyunk, akik különböző doktori iskolákban témavezetőként és oktatónként dolgozunk, de aztán ahogy bővült a tudományos fokozattal rendelkezőknek a létszáma és az aránya, illetve ki tudtunk dolgozni egy olyan típusú programot, ami abban az értelemben unikális, hogy eddig még nem volt jelen a Debreceni Egyetem doktori képzésének a palettáján, ez ugye az inkluzív társadalom hívószóval vagy témával rendelkezik, úgy, amikor egy ilyen típusú, ha tetszik, írásos anyagot vagy akkreditációs anyagot le tudtunk tenni az asztalra, úgy a doktori tanács már támogatta ennek az indítását. Miért pont ezt a területet választották? Ez egy határtudomány tulajdonképpen. Az egyik oldalról ugye az eredeti elképzelés az valahogy úgy hangzott, hogy egy kicsit a fogyatékkal élők, tehát ha tetszik, idézőjelbe téve mondom én ezt, egy talán a bárci felség területét is egy kicsit megsértő gyógypedagógiai kiindulás, vagy a gyógypedagógiai képzés, vagy doktori képzés, az nagyon hiányzik a Debreceni Egyetem részéről. Ugyanakkor viszont, ahogy elkezdtünk ezen dolgozni, egy kicsit tágabbá vált a dolog, és ezért kezdtünk el végül is aztán az inkluzív társadalomban gondolkodni, mint kutatási főtéma, amiben a fogyatékkal élők is beleférnek, az idősek is beleférnek, a romák beleférnek, nagyon sokféle témakör vagy társadalmi csoport az, akikkel lehet foglalkozni, és így tudta igazából befogadni aztán a doktori iskola is, hiszen a Humántudományok doktori iskolája az részben neveléstudománnyal, részben szociológia, társadalompolitikai témákkal foglalkozik, és mi itt tudtuk megtalálni. Másrészt az az igazság, hogyha eltekintünk mondjuk nálunk az alapszakoktól, amelyek nagyon disziplinárisak, azért már a mesterszakjaink nagyon interdisziplinárissá váltak, tehát nem tudom, hogy honnantól kezdve társadalomtudomány, vagy honnantól egészségtudomány. Egyszerűen ma már az élet megköveteli azt, hogy interdisziplinárisan képezzük a hallgatókat. Ez azt is jelenti, hogy bármilyen intézményből szívesen látnak a doktori képzésre hallgatókat, kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel? Alapvetően a bölcsészettudományok, pedagógus képzési terület, egészségtudományok, társadalomtudományok területéről várunk érdeklődőket és jelentkezőket, alapvetően ők mondjuk a célcsoport. Hát nyilván kell rendelkezni már egy egyetemi diplomával, vagy mai nevén egy mesterdiplomával. Külön előírás az, hogy kell egy középfokú nyelvvizsgával is rendelkezni a doktori képzésnél, de hát ha valakinek van egy diplomája, akkor már valószínűleg rendelkezik nyelvvizsgával is. Illetve hát találni kell egy jó kutatási témát. Meg kell írni egy kutatási
tervet, és tulajdonképpen maga a felvételi, amikor valaki jelentkezik egy doktori iskolába, a kutatási tervről szóló beszélgetést jelenti, azt kell prezentálni oly módon, hogy ott a felvételiztetőket a jelentkező meggyőzze. Az egészségügyi kar új 2016. szeptemberében, hiszen több új szakterület elindul, és egy hiányt pótol az egészségügyi tanárképzés. Hogyan került a karra? Ez így van. Az az igazság, hogy ez már 3 vagy 4 évvel ezelőtt felmerült. Egyszerűen azért, mert a gyakorlatban dolgozó kollégák, akik vagy szakközépiskolában iskolában oktatnak, vagy a felnőtt képzésben, különböző okhelyes képzésekben vállalnak oktatási feladatot, és ugye ott is van elméleti és gyakorlati oktatás, vagy mondjuk gyakorlatvezetők kórházban, vagy bármilyen egyéb egészségügyi intézményben kerestek meg bennünket, hogy csináljunk már nekik egy ilyen típusú képzést, ami kicsit pedagógia is, meg szakma is. Annak idején nem tudtuk, hogy mi ezzel mit kezdjünk, de aztán megjelentek az új rendeletek, a magyar egész tanárképzési rendszer átalakult, ugye az elmúlt 2-3 évről beszélünk, és abban már bekerültek az úgynevezett szakmai tanárszakok, tehát nem a közismereti tanárszakok, amelyeket jól ismerünk minden iskolából. Ebből sincs sok, de azért egy példát hadd mondjak, azért van zeneművészeti tanár, van úgynevezett mérnök tanár a műszaki területről, és az egészségügy területéről bekerült, vannak jogelődnek mondható képzések ezen a területen, ez az úgynevezett egészségügyi tanár. Ennek az a logikája, mindegyiknek az a logikája, hogy valaki először legyen mérnök, aztán utána kezdje el tanítani azt, hogy mit jelent mérnöknek lenni, valaki tanulja meg zongorázni, és akkor utána tanítsa, hogy kell zongorázni, nálunk meg valaki tanulja meg a szakmát, de utána aztán ráfejelhet, és akkor megszerezheti ezt a képesítést. Olyan értelemben került aztán végül hozzánk, mert ha megnézzük, hogy honnan lehet jönni, védőnő jöhet, ápoló jöhet, mentőtiszt, szülésznő, stb. Hát gyakorlatilag ezek az alapképzések, ezek nálunk vannak. Illetve most már kialakult egy olyan oktatói kör, akik már nem csak a szakmai ismeretekkel rendelkeznek, hanem pedagógiai képzéseket vagy szakokat is elvégeztek, illetve doktori fokozatot is szereztek, és így összeállt az a stáb, aki ezt tudja vinni. És hát az is lényeges, hogy a későbbiekben ilyen végzettség nélkül nem lehet majd egészségügyi profilú intézményben tanítani. Ez így van. Hogyha megnézzük azt, hogy február 15-e majdnem itt van egy néhány nap múlva, és várják a hallgatókat a felsőoktatási intézményekbe, akkor mivel csalogatták idén a hallgatókat, a diákokat? Az érdeklődők erre már hamarabb tudtak. Tehát ez az úgynevezett felvi.hu oldalon már megjelent, tehát tudtak róla. Azt is tapasztaltuk különböző nyílt napokon, fórumokon, vagy akár csak egy-egy telefonos, e-mailes megkeresésnél, hogy erre lesz érdeklődés. Nekünk nyilván azt kell kitalálni, hogy milyen létszámmal bírunk és tudunk majd dolgozni, mert mindaddig, amíg előadást és szemináriumot kell nekik tartani, addig nincs probléma, de amikor már tanítási gyakorlatra kell menni, mert hát ez ugyanúgy pedagógus képzés, ez nyilvánvalóan hozzátartozik, ott már nem mindegy, hogy milyen létszámban. És hát lesz most kezdésként egy ilyen 120 fős keret. Én arra gondoltam, hogy 2016. szeptemberében hány alapszak, milyen felsőfokú szakképzések indulnak, a már megszokott, vagy van még? A már megszokottak indulnak, ami igazából újdonság, az ugye a részben ez a pedagógus képzési területhez tartozó egészségügyi tanár, illetve a doktori képzésünk. Azt gondolom, hogy ennyi elég újdonságnak, hogy mi is belejöjjünk, hogy kell mindezeket csinálni, hiszen eddig nálunk egészségtudományi és társadalomtudományi szakok voltak. Alapjában véve a pedagógus képzési terület az nekünk is új, ráadásul egész Magyarországon csak nálunk indul jelenleg, hogy mi leszünk a gyerekcipő, amit majd a többiek kinőnek később. Még egy fontos kérdés, mennyire lehet a mai fiatalokat az egészségügy, az egészségügyi szakma irányába terelni, annyi mindent hallanak az egészségügyben fellelhető problémákról, nehézségekről, és hát tudjuk azt is, hogy jelen pillanatban ebben az ágazatban béremelésre számítanának a dolgozók. Tehát mi a tapasztalat, milyen az céllal igazság, hogy mennek önök? Meg kell próbálni, amikor találkozunk velük, egy kicsit a hivatás irányába terelni őket, ugyanis valóban nagyon nehéz ellent menni olyan információknak, amikor 2-3 éve azt hallják, gyerekek is, szülők is, hogy mennyi probléma van szociális ágazatban, egészségügyi területen, pályaelhagyástól elkezdve alacsony fizetések, de
ugye egyrészt, amikor ők most belépnek majd hozzánk, akkor minimum 4 évig hozzánk járnak, ugye ezek a szakok 4 évesek, aztán ha még ráfejelnek mesterszakot, vagy esetleg doktorálnak, akkor bizony ott egy 10-12 évet el fognak nálunk tölteni. Nem nagyon látunk bele a jövőbe, hogy ez hogy fog alakulni, de próbáljuk őket azért inkább a hivatás szeretetével megszólítani, mi segítő szakmákat képezünk, és kevésbé arra appellálni, hogy most mennyit fognak keresni, ezt úgyse tudjuk előre megmondani. Köszönjük szépen, dékán helyettes úr. Köszönöm én is.